Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket, hiszen nagyon sok barátunk velünk van. A mai nap egy éves a Krisztus a Tudomány megváltója elnevezésű Szabad Egyetemünk. Egészen pontosan a mai naphoz kötöm, 2022. június 5-én pünköstkor nagyon erős gerincfájdalmakat érzékeltem, és felhívtam dr. Csokai András főorvos urat, hogy telemedicinális jelleggel próbáljon meg nekem segíteni. A probléma megoldódott, ugyanakkor közösen elhatároztuk ennek apropóján, hogy megfogalmazunk valamilyen szelíd választ az őt és az engem külön-külön ért bizonyos nemtelen támadásokra. Ez a szelíd válasz lett a Krisztus a Tudomány megváltója elnevezésű Szabad Egyetemünk, amelynek előzménye, hogy dr. Csokai András főorvos úr korábban prof. dr. Kopp Máriával elindított egy speciál kollégiumot a Semmelweis Orvostudomány Egyetemen, de ez a speciál kollégium az orvosokhoz, egészségügyi szakdolgozókhoz és a pszichológusokhoz szólt. A mi Szabad Egyetemünk azonban mindenkié. Engedjék meg, hogy egy személyes tanúságtétellel kezdjem, mielőtt átadom a szót főorvos úrnak. A személyes tanúságtételem egészen konkrétan a Szent István Bazilikához kötődik. 2018. október 7-én történt. A napjára egészen pontosan emlékszem. Abban az időszakban, 2011 és 18 között az életemet egy családi válsághelyzet kriminalizációja következtében egy mély fájdalom okán napi 16-18 szem szanakszalt engedtem. Egyáltalán, hogy élek, az egy orvosi csoda, de akkor, 2018. október 7-én debreceni reformátusként beléptem a Szent István Bazilikába, és próbáltam felvenni a kapcsolatot Jézussal. Hát itt ülünk együtt, beléptem, akkor még jobbról kellett bejönni a bazilikába a látogatóknak. Én elmentem balra Jézushoz, és őszintén megmondom, hogy nem tudtam vele felvenni a kapcsolatot, nem kaptam érgalmat. A lábam azonban elvitt jobbra, most tőlem balra, de a főbejárathoz képest jobbra, Szűz Mária elé, Benczó Gyula csodálatos patróna hungáriai festménye elé. Megszólaltak a harangok, déli 12 óra volt, önmagában ez még nem csoda. Felcsendült az Ave Maria, először Schuberttől, majd Gounodtól, ritmicitást adott a Mária élményemnek. Ez sem olyan nagy történet, hiszen operaénekesek gyakran készülnek koncertre és próbálnak a Szent István Bazilikában. Az azonban már valódi csoda, és én akként éltem meg, hogy mintha a szűzanya rám nézett volna, és nem suggott, nem akarok népszerűsködni, hanem suggalt valamit. Mintha azt mondta volna, hogy kapsz még egy esélyt, leányom, kiléptem a Szent István Bazilikából, és soha többé egyetlen egy szanaxra, frontinra nem volt szükségem. Addiktológusnál nem jártam, pszichiáternél nem voltam, tehát ez valóban egy addiktológiai csodaként élhető meg. Ekkor gondolkodni kezdtünk, nem ekkor, hanem sokkal később, amikor elindult a Szabad Egyetemünk, és arra gondoltunk, hogy érdemes tudományos kutatást indítanunk arról, hogy vajon került-e akkor valamilyen anyag a véráramba, amely helyettesítette a gyógyszereket. Elképzelhető, hogy valamilyen összefüggést találunk a hit és a tudomány, az endorfinok, endogén opiátok termelődése, a hit és a biokémia között. Nem tudjuk, de tervezzük, hogy elindítunk egy kutatást Kisvárdán, a Szent Damján
görögkatolikus kórházban, és elképzelhető, hogy eredményhez jutunk, avagy sem. Lehet, hogy a hit egy ennél sokkal magasabb, transzcendentális élmény, amely nem köthető a hormonokhoz, az azonban biztos, hogy a hívő ember kiegyensúlyozott, a hívő ember többet mosolyog, és amelyről igen sokat beszél dr. Csóka András főorvos úr, jellemzi a keresztény nagyvonalúság. Mi nem akarunk homodeuszok lenni, mi nem akarjuk átvenni a kontrollt Istentől. Számunkra Krisztus a tudomány megváltója. Átadom a szót dr. Csóka András főorvos úrnak. Köszöntelek titeket, kedves testvérek, és nagy örömmel jöttem én is ide a bazilikába, majd később megértitek, hogy miért, mert nekem is egy nagyon erős hasonló misztikus tapasztalat fűződik a bazilikához. Tulajdonképpen ez a mai tanúságtétel arról szól, hogy mekkora öröme van a tudósnak, vagy legyen az orvos, vagy akár űrkutató, vagy egyszerűen hétköznapi ember, aki a saját tudományát műveli, mert mindnyájan élünk a saját tudományunkba, amikor fölismeri azt, hogy micsoda segítséget kap a saját tudományához, a saját innovációhoz a benne élő názáreti Jézussal. Ugye a tudománynak, a magas tudománynak az egyik fő feladata, hogy megismerje a világot, leírja a törvényszerűségeit. De talán van ennél egy fontosabb feladata, az, hogy igazolja Jézus jelenlétét az emberben, minden emberben, igazolja Jézus jelenlétét az Eucharisztiában, és igazolja azt, hogy amit leír a evangélium, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Tehát ez a valóságos jelenlét, ami segít minket az életünkben, hogy derűsek, boldogok legyünk, még a lehető legnagyobb megpróbáltatások közepette. Hát ezekről a megtapasztalásokról szeretnék beszélni. Természetesen, ahogy Anna mondta, a hitnek megvannak a maga harcai, mindnyájan harcoljuk a hitnek a harcát. Én például épp itt szóba került, amióta radikálisabban tanúságot teszek a bennem élő Krisztusról, azóta elképesztő mennyiségű ilyen nevemmel reklámoznak, ilyen ócska mérgeket, gyógyszereknek hívják, egyik se igaz, meg ne vegyétek. Ez is mind a lejáratásnak a sátáni munkája, az, hogy az embert lejárassák ilyenekkel, de hát nem kell ebben, az az igazság, hogy nem kell ebben foglalkozni. Még egy pár gondolata az igazi derű és a öröm forrásainkról. Előbb említettem már a feltámadást, szóval a keresztény nagyvonalúságunknak az egyik alapja, amivel meg tudunk bocsájtani, amivel tudjuk az ellenségeinket szeretni, hogy biztosak vagyunk a feltámadásban. A test feltámadásában, annak a testnek, ami itt élt, szenvedett a Földön, bizony hatalmas nagy örömben és egészségben, lelki, testileg visszanyerve teljes fiatalságát fogunk feltámadni. Pontosan ugyanúgy, ahogy Jézus is feltámadt, nem úgy lépett be az utolsó vacsora termében, ahogy nagypénteken a kereszten kinézett, mi is pont így fogunk feltámadni. Ez nagyon fontos, amikor látjuk szeretteinket, hogy mondjam, kiszolgáltatottan eltávozni a földi életből, nem egy jó érzés. De a feltámadás az nem így fog megtörténni, és ez egy bizonyosság. Ez egy bizonyosság, aminek csak örülni lehet. A másik, ami nagyon fontos, hogy visszakapjuk az igazságot teljes mértékben az örök életben. Nem kár öröm az, hogy a gonoszok elnyerik méltó büntetésüket, és a jók pedig
elnyerik a jutalmukat, mindenki fog egyenlítődni. A harmadik fontos lépcső, hogy már itt a földi életben, ami az örömünket és a derünket adja, az a bűnbánat és a megbocsájtás. Tehát a bűnbánat az mindig fölemeli az embert, örömöt, derűt ad, nem önvádról van szó, nem arról beszélek. Ez is egy nagyon fontos megtapasztalás. Ami ugye a gondot jelenti a tudománynak az, hogy ezt a képet, ezt a fantázia festményt nem érti meg. Tehát az a tudós, vagy az az orvos, aki azt mondja, hogy Jézus ott van a műtőben, és segít, ez nagyon nehezen érthető, ez ilyenért kigúnyolják az embert, pedig ez egy megélt tapasztalat a mindennapokban, ami segíti a munkánkat. Persze, visszatekintve, nagyon nehéz ezt elhinni, hiszen például az Emmauszi tanítványok másfél-két órát ment mellettük az Úr, és nem ismerték fel. Igaz? Ugyanígy Mária Magdolna, amikor realizálja, hogy üres a sír, és ott áll előtte, ott van már Jézus mögötte, aztán vele szembe, minden áron a kertésznek nézi, nem ismeri fel. Így persze nagyon nehéz elhinni azt az örömteli pillanatot, amit a feltámadás hoz, ahogy így ezt a jobboldali képen láthatjátok. És egyáltalán, hogy ez az egész lelkiség belevonuljon a tudományba, az gyakorlatilag Európában teljes mértékben megszűnőben van. Nem így a keleti világban. Nemrég voltam Indiában egy nagy kongresszuson, egy nagy világkongresszuson, már az is egy nagy csoda volt, hogy az volt a kongresszusnak a címe, hogy Complication in Neurosurgery, vagyis komplikációk, hibák, tévedések a agysebészetben. Nem szokás ilyen kongresszusokat rendezni Európában, de ami engem nagyon meglepett, hogy én egy olyan előadással mentem oda, hogy Jézus hogyan vezette a sziámi ikrek szétválasztását, és azt hittem, hogy el fognak kergetni. De nem ez történt, hanem az ott lévő hindu, buddhista, muszlim, nem hívő, keresztény orvosok nagy figyelemmel és megértéssel kísérték. Egyáltalán az egésznek volt egy mély lelkisége ennek a kongresszusnak, és egy közös egyetértés volt abban, hogy mély lelki út vezet el a bennünk élő igazsághoz, a valós énünkhöz, és bizony onnan jönnek a kreatív ötletek, onnan jönnek a intuitív, tudományos ötletek is. És ezért helye van annak a mondatnak, hogy az orvos kezel, Krisztus gyógyít. Mit jelent ez? Hogy lehet ezt értelmezni? A Jóisten belénk teremtette az gyógyító energiánkat is, hogyha valami módon sérülünk, betegséget kapunk. Bennünk vannak ezek a gyógyító energiák, regenerációs képesség. Tulajdonképpen az orvosi munka annyit jelent, hogy ezt segíti, de igazából ez fogja meggyógyítani, azáltal gyógyulunk meg, hogy a Jóisten belénk teremtette ezeket az erőket. És amikor elhív minket az örök életbe, akkor van az, hogy ezek az erők elfáradtak, és akkor bármit csinálhat az orvos, onnan már nem tudja visszahozni. Tehát így kell ezt értelmezni, hogy Isten gyógyít, az orvos kezel, ami nagyon becsületes dolog, de ugyanilyen megfontolás az, hogy az ember meg a tudós soha nem tud teremteni, csak megismerni tudja a teremtett világ dolgait, és azt közreadja, és akkor fölkiált, hogy felfedeztem valamit nagy örömében. Képzeljétek el, ezen a kongresszuson ott volt 350 neves idegsebész, tudós, professzor, és szépen
egy fél órás szekcióba együtt kellett imádkozni, meditálni, mindenki a saját spirituális útját járni. Tehát ezzel is bizonyítvány azt, hogy mekkora szerepe van a tudományban a mély lelkiségnek és a centrumban való indulásnak, hogy használjuk azokat, amik onnan a mélyből, az igazságból fakadnak fel. Természetesen ehhez el kell jutni egy embernek, nekem is el kellett jutni, egy elég hosszú idő volt, egy nagy kacskaringó volt a életemben, annak ellenére, hogy vallásosnak neveltek, megkaptam a gyerekkori hitnek a kegyelmét, de elhagytam ezt az utat, és jártam a saját utamat, Isten ott van fenn, én itt vagyok lenn, csinálom a dolgaimat, én Uram, jobban tudom. Nem tudtam én akkor még felismerni nagyon hosszú ideig, hogy a bennem élő Jézust kell megtalálni, őt kell keresni, és ő hozzá kell mindig elindulni. És ebből aztán nagyon nagy tévutak vannak, magánéleti tévutak, magánbűnök, és ott vannak azért az orvosi hivatás elleni bűnök, ami közül ki kell emelni mindig ugye az abortusz kérdést, mert az a orvosi hivatásnak a legmélyebb pontja, amikor egy orvos tanácsot ad, vagy végez abortuszt, ebbe én is beleestem, és sajnos azért kell erről beszélni, mert a tisztán materialista világ, a tisztán materialista tudomány, az a materialista tudomány, amely azt állítja, hogy a gondolataink, így mondjuk az Einstein relativitás elmélete, vagy Beethoven 5. szimfóniája, vagy a Munkácsi trilógia, az illető művész agyában lévő 1 kg víz, 20 deka zsír, 20 deka szénhidrát és 20 deka fehérjének a terméke. Tehát ezt állítja a magyar, nem csak a magyar, az egész materialista tudomány. Hát ez nyilvánvaló, megmosolyogni való, de el kell fogadnunk, hogy ilyen, nagyon sok ilyen tudós van, aki ezt mondja. De ha az ő logikájuk alapján lépdelek, akkor is a materialista tudomány 1961-ben, amikor leírta az örökítő anyagot, a DNS spirálist és a kromoszómákat, bebizonyította önmaga számára azt, hogy az emberi személy életének, a létének a kezdete egyetlen egy pillanat, a fogantatás, mert akkor abba a zigótába, amikor a két sejt egyesül, létrejön ugyanaz a kromoszóma állomány, ami minden egyes sejtünkben benne van, akkor is, ha 90 évesek vagyunk, vagy akkor is, hogyha 10 évesek vagyunk. Miért nem sikerül ezt elfogadtatni? Az a biztató ebben, hogy ez egy oktatási probléma. Azért azt tudnunk kell, hogy az napi 120 ezer abortuszt megengedő szülőkből én azt hiszem, hogy a 99,9%-a, hogyha azt mondanánk, hogy hát oldjátok meg a párkapcsolati vagy a gazdasági problémátokat úgy, hogy a 10 éves gyereketeket vigyétek el egy orvoshoz, hogy adjon be egy méreg injekciót, akkor mindenki meg lenne rökönyödve, hogy mondhat maga ilyet. Hát ez gyilkosság. Orvos is nyilván nem vállalkozna ilyenre. És nem azért, mert fél a bíróságtól, meg a börtönbüntetéstől. Hanem azért, mert azt tudjuk, hogy egy 10 éves gyerek az egy emberi személy. Egy emberi személy. Miért nem tudjuk azt, hogy egy másodperces kis egyesült sejt, akiben ugyanaz az örökítő anyag, ugyanaz a génállomány van, ami felelős a későbbi életműködésekért a egyetfejlődés során, az ugyanolyan emberi személy. Nem tanították meg. Egyszerűen erről van szó. Tehát, hogyha sikerül meg jó értelembe véve megtámadni az oktatásügyet,
és tényleg bevezetni egy olyan tantárgyat, hogy hol kezdődik az emberi élet, de tényleg 8 éves kortól biztos, hogy eljutnának a gyerekek oda, hogy készségszinten tudnák ezt, hogy hol kezdődik az emberi élet, mind ahogy készségszintjén megtanuljuk azt, nem kell belelépni a parázsba ahhoz, hogy tudjuk, hogy oda nem szabad belelépni, valahogy így van ez, de hát ez sok harc kell még ehhez, meg kell vívni a harcot a politikában, mindenhol Magyarország aránylag most úgy előre áll, de alapvetően csak ez oldhatja meg a kérdést, család támogatásokkal nem lehet ebből Isten igazából nagyságrendileg előre jutni. Hát ilyen rettenetes bűnök terhelték a lelkemet, mert több ízben is adtam például abortuszra tanácsot, szerencsére kegyelemből nem a szentségi házasságomba történt, de bizony, amikor rádöbben arra az ember, hogy mit követett el, akkor nincs más út, csak a bűnbánat útja. És bizony az ember, amikor így vissza emlékszik nálam, ez 42 éves koromban történt, 25 évvel ezelőtt, amikor végre eljutottam egy olyan lelki útra, hogy ugye elkezdtem gondolkozni a korábbi életemen, és úgy visszaköszöntek ezek a szörnyűségek, akkor valahogy elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba. És ez egy nagyon fontos lépés, amikor a tékozló fiú azt mondja, hogy visszamegyek, visszaindulok az atyám házába, de nagyon nehéz elhinni a megbocsátást. Én ezt tapasztaltam meg, de hogyha te egy lépést teszel Jézus felé, ő az biztos, hogy az ördög fog felé tenni százat, de Jézus mindig egyel többet tesz, és így tudtam végül is elindulni a megtérés útján egy keresztélmény által. Az nem itt a bazilikába történt, hanem a Rózsafüzér királyné templomába. Itt van ez a gyönyörű kereszt. Ott volt egy Krisztus élményem. Az Úr rám nézett, azt mondta, hogy menj, eleget bajlódtam veled, láttam, hogy zihál, verejtékezik. Ugye van a hit hallásból ered, hit látásból ered, csak vigyázni kell ebben a gondolattal, mert ez nem azt jelenti, hogy a vak vagy a süketnek nem lehet hite. Itt egy belső hallásról van szó, egy belső látásról van szó, amikor az értelem útján valahogy lejutsz a szívedbe, a szívedig, és ott megkapod ezeket a megtapasztalásokat. Tehát a szívedig el kell jutni, és így a szív és az ész együtt adja meg ezt a kegyelmi pillanatot, hogy felismered, meghallod, vagy rálátsz a benned élő názáreti Jézusra. Ő mindenkibe benne él, akkor is, ha buddhista vagy muzulmán, hindu, zsidó, nem hívő, mindfulness, tök mindegy. Nekünk keresztényeknek az a kegyelem jutott, hogy mi mindig valakihez indulunk az imádságban, de ez egy felelősség, mert kötelező tanúságot tennünk róla, hát ezért vagyunk itt, tanúságot kell tenni róla, mert különben nem teljesítjük Jézusnak azt az alapvető kérdését, hogy menjetek és hirdessétek a evangéliumot. Mindenhez a szűzanya egy óriási nagy segítséget ad, mert a kezdetben ott volt, amikor az apostolok még ott hitetlenkedtek, ott volt az egyháznak a alakulásánál, anyjaként ott volt, és végig kíséri, segíti őket. Mi nekünk is élni kell ebben a csodálattal, amit a szűzanya ad nekünk. Hát hogyan váltotta meg az Úr Jézus a tudományomat? 1998. december 12-ig hiába végeztem két egyetemet, műszaki egyetemet és orvosi, semmi kreatív, intuitív innováció ötletem nem volt. GPS-en szalon idióta módjára végeztem a munkámat. A szalon idióta az nem valami pejoratív fogalom, arra mondjuk, aki
csinálja a GPS-en betanult dolgokat, és tulajdonképpen igazából képtelen kreatív gondolatot hozzáadni a munkájához. Hát egy ilyen orvos voltam, semmi nem ment, és amikor december 12-én, 25 évvel ezelőtt megjött ugye ez a tapasztalás, elindultam a megtérés útján, mert arra vigyázni kell, hogy a soha nincs befejezve, életünk végéig tart, életünk végéig minden nap meg kell térni. Esti lelkiismeret vizsgálatkor mindig észreveszed, hogy na, ma is elkövettem valami, amit nem úgy kellett volna. Hát így gondolom ezt. Akkor hirtelen kinyílt számomra a saját tudományom, az idegsebészet, és az első, ami Papp Lajos professzor úrtól jött, hogy soha nem fogadható el az a halál, ami ellen a legkisebbet is megtehettük volna. Ez nagyon belém ütött, ez a gondolat és mondat, és úgy egy ilyen vezérfonal lett a életembe. Én akkor súlyos koponyasérültekkel foglalkoztam, az az idegsebészetnek egy fontos része, több ember hal meg koponyasérülésben, meg főleg gyerek, mint az összes más idegsebészeti betegségbe együttvéve. És az egyik fő probléma az volt, hogy évi 800 ezeren haltak meg, nem azért, mert halálosan megsérült az agya, hanem azért, mert az ütéstől létrejött egy agyduzzadás, és utána egy következményes beékelődés, és nem lehetett ezzel mit kezdeni, légzés-keringés bénulás leállta, meg ebbe vesztettük el a betegeket. És az okos orvosok 130 évvel ezelőtt, okos sebészek kitalálták, ahogy ott a bal felső ábrán látjátok, kinyitni két oldalt a koponyát, adunk teret a duzzadó agynak, koponyaüri nyomást így csökkentjük, és akkor várhatóan sokan fognak túlélni, amikor lemegy az agyduzzanat. Nem jött be évtizedekig, sőt majdnem egy évszázadig, igen, ment ezen a vita. Nem voltak jobbak az eredmények, képzeljétek el. Megmaradt a magas 80%-os halálozási arány, és ez gyerekeknél különösen fájó volt. És akkor 25 évvel ezelőtt behoztak egy 12 éves kislányt, akinél ez volt a probléma, és láttam és mondtam is édesanyának, hogy meg fog halni a gyerek, nem tudunk mit csinálni. De valahogy ott volt egy barátom, aki rábeszélt, hogy vegyem ki le a csontot, ő beszélt rá a műtétre. Mondtam neki, hogy semmi értelme nincs, de inkább az ő kedvéért megcsináltam, egy anesztes kollega volt, és amikor megcsináltam ezt, önkéntelenül, ahogy itt a jobb felső ábrán látni lehet, az erek két oldalára oda raktam, oda pakoltam ki ilyen összegyúrt szivacsot, pillért, sebészi szivacsból, és ebben, mint egy kitámasztva, megőriztem az ereknek a átjárhatóságát, mert mint ott az alábbi ábrán, a baloldali ábrán látjátok, addig a kiduzzadó agynak a ereit, agykéreg ereit rögtön elszorította az agyburokszél, illetve a csontszél. Tehát ezért nem volt hatásos ez a módszer. De így ez történt, utána bezártam a sebet, és nagy meglepetésemre két hét kóma után felébredt a gyermek, aztán három hét után hazament. De nem ismertem fel azt, hogy mit csináltam, és itt jön egy nagyon fontos lépés, amiért erről tanúságot akarok tenni. Legközelebb jött egy ugyanilyen beteg, nem volt ott a orvostársam, aki rábeszélt a műtétre, hagytam meghalni, hiszen a módszer elsüllyedt már az idegsebészeti ajánlások között. És amikor annál a keresztnél, amit az előbb megmutattam, oda elkezdtem járni, imádkozni, egy mély imádság kapcsán valóban az a belső hang, avval a belső hallással, ami Krisztus homályos hangja mindenkiben, esett le, hogy miért nem halt meg ez a gyerek.
És itt összekapcsolódott teljesen az ima, a hit és a tudomány, az innováció, a kreativitás és az imádság, és onnantól fogva tudományos vizsgálatnak vetettük alá, és bizonyítást nyert, úgyhogy tulajdonképpen egy nagy világsiker lett szakmailag, pusztán azért, mert egy rózsafüzért imádkoztam, és a rózsafüzérben megkaptam ezt az intuitív ötletet, és erről, mivel ez történt, nyilván tanúságot kellett tenni. Itt is egy ilyen kislány hasonló eset, látjuk a szörnyen kiduzzadó agyat, ott a pillérekkel, utána ő is már 2 hét múlva mosolygott. Van, akinél természetesen nem sikerült a mai napig, 6,5 éve van ő vigilkómába, tehát nem mindenkit sikerül megmenteni, de a 80%-os arány felére csökkent. Nem mertem róla még, kongresszuson mondtam, de láttam, hogy nem tetszik a hallgatóságnak a rózsafüzér. Szakcikkben 11 nemzetközi szakcikket közöltünk, abba nem mertem még leírni. Tehát gyáva voltam még a radikális tanúság tételhez sajnos. A másik ugyanilyen nagy tudományos felismerés volt az, hogy egy nagyon nehéz esetnél 20 évvel ezelőtt, amit úgy éreztem, hogy én biztos nem tudok megoldani, több mások meg már nem vállalták el, mert egy rossz indulatú, kiújuló daganat volt, azt mondták, hogy úgyis meghal a beteg, de azt mondta a beteg, hogy én nekem nagyon fontos, doktor úr, még 3 hónapot is élnem, és meg akartam ezt tulajdonképpen a beteg kedvéért, ezt a lehetőséget adni neki, de éreztem, hogy kevés vagyok hozzá szakmailag, gyakorlatban. Megint imádkoztam. Mit imádkoztam? Rózsafüzért imádkoztam. Rózsafüzér mély imádság közben tisztán megkaptam annak a belső hang folyamán, ami Jézusnak a hangja, menj le a bonzterembe és gyakoroljál friss elhunytakon. És onnantól kezdve ez véremmé vált, ez a műtét is sikerült, 6 bonztermi gyakorlat után, azóta is ezt végezzük. Itt van, itt ül barátom Pejkó Jóska, aki boncmester, nélküle semmire nem mehetnénk, mert azt vállalja, hogy ő reggel 5-kor, 5:30-kor bejön, előkészíti a friss elhunytat, és akkor mi elkezdjük 6-tól ezeket a gyakorlatokat, 7-ig aztán megyünk ugye dolgozni. Tehát ehhez kell egy ekkora önfeláldozás valaki részéről. Hát ő is a Úr Jézusnak a követője, így gazdagítjuk ebben a tudományt, és most már végre le tudtunk írni szakcikkeket, ahova viszont már be tudtam írni Jézusnak a nevét, és erre nagyon örülök, és tulajdonképpen büszke is vagyok, hogy végre benne van a cikkbe, hogy mindent a Jézushoz való imádságnak köszönhetjük ezeket az ötleteket. Például a bonztermi munka segítette azt, hogy bebizonyítsuk az előző műtétnek a hatásosságát, mert a tudomány olyan bolond, hogy például egy ilyen életet veszélyeztető esetben is úgynevezett 2-s vakpróbát kér. Most képzeljétek el, ha kigondolsz, kapsz egy ilyen ötletet, amivel meg tudod menteni a adott esetben a gyereket, és akkor te azt mondod, hogy na most ezt ide soroljuk, azt meg oda, ennél nem csináljuk, annál csináljuk. Hát ilyenre nem vállalkoztunk, megírtuk a szerkesztőségnek, hogy ezt hogy gondolják. És akkor jött, imádságban megint jött az ötlet, hát próbáljuk megcsinálni friss elhunyton modell kísérletbe. És megcsináltuk, és a friss elhunyton a modell bebizonyította az igazunkat, és így még sokkal jobban tudott terjedni. Másik ilyen nagyon fontos imádságban jövő szintén tudományos ötlet az volt, hogy ugye ez átkozottul zavarja az embert a mikrosebészetben a kézremegés.
kitesszük a kezünket, ott a végén mindenki érez egy kis recegést. És ezen gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt valahogy jobbá tenni, semmi nem jutott eszembe, akkor már megint a rózsafüzérhöz folyamodtam, és rózsafüzér közben kaptam meg ezt onnan a belső hallásból, hogy nem úgy támasztjuk le a kezünket, ahogy ott a felső ábrán látjátok, ahogy a ceruzát is fogjuk, mert akkor az utolsó megtámasztási pont és a műszervék között, mondjuk legyen ez a ceruza, itt vannak ezek a kis ízületek, amelyek továbbadják az élettani kézremegést. És azt mondta a szűzanya, hogy tegyél oda egy kis hidat, és azon támasz le a fogó újhegyen. Ott az alsó ábrán látjátok. És így az utolsó megtámasztási pont és a műszervék közt már nem volt kis ízület, lecsökkent a kézremegés a műszervégen a Da Vinci robot szintjére, és mindenhöz ki is mértük úgynevezett tremonometriával, és mindenhöz egy ilyen kis toroknéző lapoc kell, amit ott átvet az ember a kinyitott koponyán, de egy kis ujjnak a visszavarrásánál, a vékony ereknél ez nagyon fontos. Tehát a rózsafüzér 100 milliós hasznot hozott, így anyagilag is, ami nem megvetendő, mert ugye nagyon drágák ezek a robotok, amik a robotsebészethez használnak. Szóval, amikor tanúságot teszel a tudományodban, hogy segít a názáreti Jézus, nagyon pontosan, exaktul, tudományosan kell elmondani. Nem jók azok a szavak, hogy úgy éreztem, mintha olyan volt, mintha azt mondta. Nem! Bennünk van az a belső hang, az a belső hallás, amit megszerzünk, hogyha járjuk a mély imádságnak az útját. Borzasztó fontos. A következő nagy hitlépés volt a kisfiamnak a halála, és itt jön meg a bazilika, mert nagyon tragikusan 10. születésnapján belefulladt a kerti medencének a 20 centis vizébe. Képzeljétek el, 20 centis víz, jó úszó, jó sportoló gyerek, valószínűleg epilepsziás roham kapcsán esett bele. Amikor megtaláltam, kihaláztam, hát mit mondjak, mint orvos, mint édesapa is megsemmisültem, hiába újraélesztettem, imádkoztam, legyél te a kis Naimi fiú, Járius lánya, kis Lázár, a mélyen hívő 16 éve állandó imádságban lévő kereszténynek idézőjelbe nem segített a Jóisten. Azért mondom, hogy idézőjel, mert Isten nem véd meg sokszor a megpróbáltatásoktól. Ezt megtapasztaljuk, igaz? Balesetek, földrengés, itt van ez a gonosz, mérhetetlen háború, de még mindig megment, ez a legfontosabb. Nem véd meg, de mindig megment végül. Úgy, ahogy a Jézust is megmentette, és feltámadt, igaz? És belép az utolsó vacsora termébe. Tehát nincsen semmi baj, ki kell tartani a bizalomban és az imádságban. Ez azt jelentette nálunk, hogy Uram, nem tudom miért történt, hogy történt, de azt tudom, hogy Te jobban szeretsz engem, a kisfiamat, mint ahogy én tudom magamat, vagy őt szeretni. És ez úgy átragadta családunkba, családunkra, és igaz, hogy voltak hosszú, depressziós időszaka az embernek, de végül megkaptuk azokat a kegyelmeket, amivel egy sokkal magasabb hit szinten jöttünk ki ebből az egészből, és ezzel azt tudom mondani, hogy egy sokkal nagyobb boldogságban. Igaz? Nonsense, ha megkérdezek én egy általában egy embert, hogy hát úgy, és most boldogabb vagy, mint amit akkor voltál? Na, fura dolog, hogyha az azt mondja, persze, hogy igen, mert nagyobb hitre jutottam. Tehát csak ez a gyökere, ettől függ a boldogságunk, hogy mennyire közel vagy a benned élő názáreti Jézushoz.
milyen erős a kapcsolatod vele. Tehát tulajdonképpen a hitünk fejlődése azt jelenti, hogy percről percre boldogabbnak kellene lennünk ideális esetben. Természetesen azért ez egy nehéz feladat, sok munka van benne, és néha óriási lökéseket kapunk. Én is megkaptam, itt a bazilikának a kis kápolnájába, ide jártam akkoriban szentségimádásra. És körülbelül egy 3 héttel a haláleset után oda letérdeltem, déli harangszó volt, ahogy Anna is elmondta a saját élményénél, Szűzanya élményénél, és oda letérdeltem, érdemes oda bemenni, és egyszer csak megjelent egy fél perc után a Szent Ostyába a názáreti Jézus, átfogta a Marci vállát, és tisztán jó hallható hangon hallottam, jól látod, apu. Ezt mondta, félreérthetetlenül, felismerhetően a saját kis reket hangján mondta. Hát óriási nagy megkönnyebbülés volt. És milyen érdekes dolog ez, hogy később elkezdtem kételkedni ebben. És ugye nemrég jöttünk haza Csíksomjóról, és ott megint eszembe jutott, hogy ott a csíksomjói Szűzanya előtt érdeltve kaptam meg a bizonyosságot, mégpedig azt, hogy amikor megjelent ott a Szent Ostyában, mert utána még hónapokig megjelent, igaz, kicsit hátrébb lépve, de így tartotta a kezét. Így. Ahogy ő életébe soha nem tartotta. Nem volt szokása. Lehet, hogy van olyan gyerek, akinek így van a keze, hát ő neki ő soha nem volt. És ott voltam a csíksomjói nyerekbe, olyan elkeseredve a haláleset után, és úgy nagyon sátán borzasztóan mondta, hogy hülye vagy, nem igaz az egész, képzelődsz, ne higgy ezeknek a dolgoknak, micsoda baromság, stb. El voltam keseredve, ment a nyerekbe a szentmise, és ahogy ment előre a szentmise, közeledtünk a szent áldozáshoz, mélyen imádkoztam, hogy Uram, adj egy valami segítséget, bizonyosságot, és egyszer csak megint megjött az a belső hang, amit ugye az Úr Jézus mond, hogy emlékezz vissza, hogy hogy tartotta a kezét, hogy ha te kivetítésed lenne, akkor soha nem így tartaná a kezét. Hát ez is volt egy ilyen nagy megnyugvás és egy misztikus tapasztalat. Tehát így alakult, és a Marcikának ez a tragikus elmenetele, ami végül drámává szelidült, mert a drámában mindig van katarzis, de mindig felemelkedés van. Ezt tudnotok kell. A tragédia az meg befagy. De megtanultam a Jézusimát. Nem mondom, hogy 5-ös vagyok belőle, de szerintem talán egy 3-asra tudom alkalmazni. Mit jelent ez a Jézusima? Azt jelenti, hogy állandóan, ha hívők vagyunk, akkor is a felszínen mozgunk, felszínesen élünk. És abban a pillanatban, ahogy elindulunk befelé a valós énünkhöz, ahogy itt látjátok a képen is, az ego elkezd szorongatni. És frontálisan kell a mély imádságban ütköznünk az egóval, és félre kell tolni, ahogy a sötét erőket, amik nem akarják azt, hogy te leérj oda a valós énedbe, ahol mindig odaülhetsz a Szent Háromság asztalához, a negyediknek. Ez a legfontosabb. Tehát ezért kell megtanulni, gyakorolni a mély imádságot, hogy megérkezzünk oda a igazi énünkbe, ahol ott találkozunk a Szent Háromság egy Istennel, Atyával, Fiúval és a Szentlélekkel, és onnan kapunk mindig megerősítést. De ezt gyakorolni kell. Hát nekem a Marcikának a elmenetele ezt hozta, hogy meg tudtam tanulni ezt. És mélységes bizalommal a feltámadásban tudtam az embereknek adott esetben hitet adni. Így például édesanyámnak a halálos ágyán bizony odavittem, képzeljétek el, megmutattam neki ezt a régi képet, és mondtam, hogy anyuci, nyugodj meg,
így fogsz feltámadni, hogy akkor voltál nem ebbe a szerencsétlen állapotba, ahogy itt fekszel a halálos ágyon. Egy megtapasztalás volt, hogy láttam rajta egy megnyugvást. Az utolsó napjaiban, heteiben csak a feltámadásról beszéltem. A következő ebből, ugye ebből fakadtak azok a kreatív, innovatív orvosi ötletek, amivel a szián ikreketnek neki tudtunk menni ennek a szétválasztásának, és itten büszkén olvasom nektek, hogy nemrégiben kaptuk a visszajelzést, végre egy nagy tudományos lap leközli ezt a címet, hogy Jézus ima melyeket ennél a tudományos mondjuk műveletnél alkalmaztunk. Ezt tudom, hogy nem sokan értik, de higgyétek el, tudományos labba ilyet leközölni, ezt emberi erővel nem lehet, a Jóisten segít minket, meg a szűzanya. A szijámi ikreknek a problematikája az, a közösen összetapadt agyakat nagy munkával szét lehet választani, 20 óra, 30 óra, meg lehet csinálni. A középen átfutó artériákat szét lehet vágni, középen megmarad a két agy vérellátása, ahogy ezeknél a iráni 33 éves ikreknél is volt, de a közös véna, a közös nagy vénákkal, amit ott jobb oldalt alul láttok, jobb oldalt látni, középen azt a nagy közös hatalmas vénás rendszert, avval nem lehet mit csinálni, azt nem lehet szétválasztani. És aki ezt megpróbálja, az bizony belefut egy ilyen tragédiába, ez a nagyon jó orvoscsoport, aki rengeteg világhírű szakemberből állt, a Harvardnak a vezető idegsebészéből, bizony a 40. óra végén hiába varták be azt a pótvénát, meg a 24 kis apró bevezető vénát, nem működött, meghalt mind a kettő, 33 éves hölgy. Tehát ilyen előzményekkel futottunk rá erre, Iránban akkor hatalmas gyász volt, és az ilyen helyzetek, esetek nagyon elgondolkoztatják az orvost, hogy elvállaljon-e egy ilyesmit, vagy egyáltalán szóba jön-e egy ilyesmit. És amikor én megláttam ezeknek a gyerekeknek a közös vénás rendszerét, ott a bal felső ábrán látjátok, ott középen az a nagy csőrendszer, én rögtön mondtam, hogy szétválaszthatatlanok, nem lehet őket megoperálni, egyetértek az előttem jóval, korábban előttem szólókkal, akik szintén nem vállalták. De, ugye, Isten szeretőknek minden a javukra válik, a kisfia halála kapcsán megtanult Jézus imát kezdtem elmondani, és 10 perc alatt leértem oda a valós énemnek a közelébe, ahonnan az Úr Jézus a homályos hangját meghallva azt mondta, próbáld elvenni mindkettőtől. Ezt mondta. Utána természetesen gondolkodás következett, és abban az időben én együtt dolgoztam a drága barátommal, a Hudák István doktor úrral, aki most is itt ül, majd mindjárt ide hívom, mert érdekes ő története is, aki ebben a témában, nem tudok mást mondani, nem, ez nem hizelgés, de tényleg a világ legjobbja, mert ő találta ki a világon először, ő írta le, hogy az agyi ereket és a hatalmas agyi érdaganatokat nem csak artériás úton kell megközelíteni és lezárni a tápláló ereket, hanem véna felől is, és úgy sokkal jobbak lesznek az eredmények. Ezt ő találta ki, ez egy olyan horderejű találmány az agysebészetbe, amiről nagyon régen, nem is tudok így most mondani, mert az, hogy kivesszük a nagy tumorokat, az az évtizedek során egyre jobb eredmények. De ez egy borzasztó nagy horderejű találmány volt, és én fölhívtam őt, és kérdeztem, hogy itt van, elküldöm telefonon a képeket, hogy van-e valami ötleted, neki mersz-e vágni?
és akkor eltelt egy pár óra, vagy talán volt az egy fél nap is nap, nem tudom, és visszahívott, hogy talán meg tudjuk csinálni, András. És innentől kezdve elkezdődött ez a közös munka, mint ezt ő csinálta, én néztem, és megteremtette az alapját ennek az egész szétválasztásnak, és a lényeg, hogy ezt a hatalmas nagy közös vénás rendszert le tudta zárni úgy, hogy 24 alkalommal tesztelte meg egy kis balonnal, amit ott felfújt, hogy van-e vénás elfolyás, hogyha ezt a kis szakaszt, ezt a kis szakaszt, ezt a kis szakaszt lezárja. És 14 órás műtéttel abba a borzalmas meleg dakkai műtőbe ezt megcsinálta, én mögötte álltam és imádkoztam, és úgy megcsinálta, hogy a két kislánynak semmiféle neurológiai tünetvesztése nem volt. Tehát ezzel ő volt az, aki tulajdonképpen megteremtette a szétválasztásnak az alapját, ami ehhez képest már egy könnyebb feladat volt, igaz, hogy az is egy 24 órás műtét volt. Mi történik egyenlőre az ilyen zseniális emberekkel? Üldözést kap. Hatalmas üldözés jött. Neki is, nekem is. Elüldözték Magyarországról, gyakorlatilag. Ennek az oka féltékenység, hamis rágalmak, vádak. És amit én még eltanultam tőle, és főképp ezért szólítalak, hogy gyere ide, az egy titok, hogy derűvel tudja ezt viselni, és megmondom őszintén, én a nagy templomba járó tanúságtevő, sokkal nehezebben viseltem ezeket a megpróbáltatásokat. Az ellenség szeretetnek a vizsgáján én sokkal nagyobbakat buktam. Hát ezért kérlek István, hogy egy pár gondolatot erről mondjál, hogy hogy tudod ezt a Jóisten segítségével viselni, hogy gyakorlatilag nem mernek a kórházak igazgatói alkalmazni, mert meg vannak félemlítve. Ilyen nagy a szakmai féltékenység ma Magyarországon. Köszönöm szépen, köszönöm, jó estét kívánok. Hát én nem akarok erről beszélni, hát nyilván nem csak én vagyok ilyen, sok ilyen orvos van, akivel ez történt. Én inkább arról mondanám, hogy hogyan is vállaltunk ezt a szijámi ikrek szétválasztást, ahhoz, hogy ilyen bonyolult feladat teljesíteni, ehhez kell nagy tapasztalat. És ebben én úgy éreztem, hogy én erős vagyok ebben, és természetesen, ha azt mondjuk meg, hogy milyen tapasztalat van a szijámi ikrekek szétválasztásban. Hát semmilyen, mert ez egy egyedi eset. Ez nincsen sok. Statisztikát lehet csak akar csinálni, amikor legalább 100 beteget operáltál. De annyi nem volt. De én operáltam nagyon sok gyerekek, én elvégeztem a több mint 4500 műtét, ez már egy kisváros lehet. És nagyon nagy kihívás volt szijámi ikrek szétválasztásban. És mikor ez történt, akkor én úgy gondoltam, hogy ki vagyunk mi sebészek. Hát nem istenek vagyunk, hanem mi csak a szerelők vagyunk, olyan, mint a bármelyik más fodrász, vagy bár csak egy lehet, hogy kicsi magasabb szakma, több tudás van. És amikor ez a műtét sikerült, ami én biztos voltam benne, biztos voltam a sikerben, azért csak, mert én erős voltam a szakmában. És ez történt, és akkor csak, mikor gondolkodtam egy kicsi, rájöttem, hogy Isten adta nekünk egy kulcs arra, ami történjen azt, ami eddig még soha nem történt. És a természetesen, hogy ez volt óriási siker a tudományban. A tudományban az, hogy jobban elkezdtünk érteni érrendszert, és ezzel lehet segíteni nagyon-nagyon sok
betegnek, akinek fenyegeti a halál. És ez a legfontosabb dolog, hogy csak akkor Isten adja ezt a kulcsot, ha mikor te elérted valami bizonyos szinten. Addig nem lehet, mert a idegsebészet, ez is művészet. Azért lehet technikailag, lehet betartani valamilyen a protokollt, operálni úgy, ami írják a könyvben, de ez egy előrelépés. És én nagyon-nagyon büszke vagyok abban, hogy amikor elvégeztem ezt a borzasztó nagy műtét, ami talán egyik legveszélyesebb volt pont a szijámi ikrekek szétválasztásban, mert ha meghalt volna egy gyerek, akkor meghalt volna másik is, ez egy egyértelmű volt, sőt még az anyuka is azt mondta, ennek szijámi ikrekeknek az anyukája mondta meg, hogy a mentsétek legalább egyet, és el kellett volna áldozni másikkal. De én azt mondtam neki, hogy szó se lehet róla, mi fogunk harcolni mind a kettő gyerekért. És amikor ez megtörtént, tényleg én éreztem meg, ami lehet, hogy a nagyon sok sebész gondolja erről, gondolja az Istenről a műtét közben, de soha nem mondja, szégyeli magát mondani, mert azt fogják mondani, hogy ő nem komplekt. És ez nem igaz. Mi éreztünk az, hogy a Isten volt nekünk ezzel a gyerekkel, mert a rengeteg sok lépés volt ebben a műtőben, ami rendkívül veszélyes volt. És a minden lépés valahogy sikerült átmenni, és a gyereket szétválasztottunk, és a legalább az endovaszkuláris műtét, ami eren belül szétválasztás éri rendszer, úgy történt, hogy gyereknek, ahogy mondta meg az András, nem volt semmi szövődmény. Én csak ennyi akarok mondani. Köszönöm szépen. És viszont elértük a utolsó boldogmondás, mert az utolsó boldogmondásban azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akiket üldöznek a nevemért. És ezt kaptuk meg, ennek örültem a legjobban. Nem lenne szabad állandóan és szemforgató módon Jézus Krisztusra hivatkozva ezt tenni és hazudozni. A valóság ugyanis az, hogy a Jézus Krisztusra hivatkozó orvos hazudik állandóan, igazi farizeusként, hiszen minden állítását Jézus Krisztussal támasztja alá. Na, azért ugye ilyenen nagyon mérges az ember, hogy ilyeneket mondanak róla, de van két nagy példa nekem, sőt, még a többiek is, az István, aztán majd a Balázs, akiket ugyanígy szapultak, ugye keresztény testvéreink. Képzeljétek el, nem a hitetlen ateistáktól, hinduktól, muszlimoktól jött az ütés, hanem a látszat keresztény testvéreinktől. Ez Európának a legnagyobb problémája, és Magyarországnak is a legnagyobb problémája, hogy óriási mennyiségű látszat keresztény rohangál, és ezek bizony, amikor azt látják, hogy valaki egy kicsit mélyebbre evezett, akkor azt elkezdik ütni, verni. De az Úr Jézus mindig megadja a segítséget a megbocsátáshoz.